Nagy szeretettel köszöntöm a konzulátusai képviselőit, Észak-Bácsak körzeti megbízottját, nemzeti tanácsok elnökeit, köztársasági tartományos városi képviselőiket, polgárainkat, intézményeink, vállalatok vezetőit, képviselő hölgyeket és urakat, gazdaságban tevékenykedőket, mindenkit, aki jelenlétével megtisztelt bennünket. Már csak néhányan választott bennünket az új évtől, ilyenkor, bár ez már elcsépeltek, mi még áttekintjük, milyen év van mögöttünk, bizalmakban reménykedve tervezhetünk, és tekintünk a következő esztendő felé. Ha már elmúlt időt elemezzük, azt kell, hogy mondja, nem volt könnyű évünk. Persze, ezt önök is mindannyian tapasztalták. Terméke problémákat kellett szembesülnünk, és ehhez párosult, hogy választási van mögöttünk. Ezzel sem voltak miatt, hiszen mindannyian részesei voltunk a választásról járó kampánynak, eseményeknek, ki aktívan, ki csak tudott szemlélni. A kampány időszakában talán kicsit háttérbe szólók a gazdaságok, amelyekkel napinkat szembesülünk, a gazdasági krízis, az azzal járó problémák és főleg a munkanélküliség. Júliusban Szabadkán, miután megalakult a nagy koalíció, új összetételű képviselőtestület kezdett el a munkáját, új polgármestere, képviselőtestület lett a városnak. Ide kívánkozik egy örökkévé megállapítás, miszerint ellenzékek voltak, vannak és minden bizonnyal lesznek. De mindig törekedni kell a kompromisszumokra, és akkor az eredmény sem marad el. Az igazi érdemi munkát a szeptemberi képviselő testület után kezdhetjük meg, miután ügyeveztük a testület bizottságot is. Méltóan megünnepeljük azt, hogy százalékosítjuk a városházát, és próbabedíjjal, valamint díszpolgári címmel tüntetjük ki azok munkáját, tehetségét, tudását, akik már bizonyították, hogy mindenek előtt városügyért dolgoznak és dolgoznak. Többször kellett szembesülnünk az elemi csapások hozta károkkal. Az elmúlt évek legnagyobb asszályra tette tönkre az ország, de főleg Vajdaság kukoric és napraforgó termését, majd hirtelen leszúró óriás mennyiségű csapadék és vihar okozó tetemes károkat. December elején pedig a hó, de főleg a hófúvások okozta komoly dolgokat. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekeztek a segítséget nyújtani. Kapcsolatterhelés és átadás céljából számos ország nagyköveként fogadtuk, tettüket bízva abban, hogy az elkövetkező években gyümölcsöző kulturális, gazdasági együttműködésével sem léte. A képviselő testület több fontos határozatot hozott, többek között a 2012-es év költségvetésének igazításáról, amelyet a már említett kompromisszumos megoldással megpróbáltuk az elmúlt időszak néhány hiányosságát igazítani, hogy tiszta alapra indulhassunk tovább. Továbbá fontosnak tartom kiemelni a nemzeti tanács a pénzeléséről szóló határozat meghozatalát, valamint intézményeik eltörvényen való összehangolását is. Ami az előttünk álló időszakot illeti, igyekszünk a magunk lehetőségei szerint tenni Szabadkáért, ki ki a maga módján. Ez néha nem könnyű, a rajtunk kívül álló körülmények sokszor erőnket meghaladó teljesítményt követelnek. Ma, ahogy Szerbia sem, Szabadka sincs könnyű helyzetben. Nekünk mégis tenni, küzdeni, akarni és dolgozni kell. Egy közösség Szabadka érdekében. Egy évzáró ünnepség elengedhetetlen része a köszönet kinyilvánítása is. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat és maga a város működhesse. Hiszen a gazdaságban, intézményekben tevékenykedők áldozatos munkája nélkül, az ők, az önök munkája nélkül mi sem tudunk létezni. Kívánok mindenkinek sikeres új évet, erőt és jó egészséget!